Karácsony után szilveszterkor újabb ínyenségek kerülnek az asztalra, ahonnan nem hiányozhat a finom malac sült sem. Én malacot sütök szilveszterre. Ha sok családtag jön össze, akkor egy egészet. Ha kevesebb, akkor csak egy negyed malacot sütök meg. Nálunk ez a hagyomány. Mi nálunk nem lesz malac, éppen nálunk sült csirke lesz, meg kolbász, szárma. Töltött káposzta, hogy helyesen magyarosan mondják, és így családi körbe. Én otthon sütöm, ilyenkor legalább fél malac mindig kerül az asztalra. Készítünk majd a péknél egy sütve, és akkor így kerül az asztalra majd. Aki nem szeret otthon bajlódni az ínyencfogás elkészítésével, 1000-től 1500 dinárért helytől és mennyiségtől függően egyes pékségekben is megsüttetheti az újévi menü főfogását. Óbecsén néhányan roston sült malacok készítését is vállalják szilveszterkor. Én nyárson sütöm a malacot csutkával és fával tüzelünk alá. Miután levágjuk és megtisztítjuk, jól megsózzuk a malacot, aztán mehet a nyársra, és körülbelül 2-től 3,5 óra hosszáig kell sülnie. Az élő malac kilogramonkénti ára 180 és 200 dinár között mozog, így aki egy 30 kilogrammos sültet szánt a szilveszteri asztalra, valamivel több mint 6000 dinárt költhet rá. Sokan a hagyomány miatt fogyasztanak szilveszterkor malacot, de csak kevesen tudják, honnan ered ez a szokás. Tradíció évtizedek, századokon keresztül a sült malac volt a jellegzetesség. A régi babonák szerint azért kell újévkor malacot enni, mert az az orrával túrja a szerencsét a házhoz. A baromfit viszont kerülni kell, mert elkaparja a szerencsénket. Hasonló szerencsét hozó ételnek számít ilyenkor a bab, a lencse és a borsó, amely gazdagságot, bőséget hoz a házhoz.